Kerecsenden már 11. éve zajlik a hídépítés. Mi hívta életre ezt a hídépítést? Hogyan született? Hogyan indult el? Hát annak idején 11 évvel ezelőtt az hozta ezt a programot létre, hogy egyre több roma tanuló járt a mi iskolánkba. Ugye a magyar gyerekek nagy részét, mondhatom azt, a Eger vonzás körzete miatt ugye elvitték Egerbe iskolába, gondolván, hogy ott színvonalasabb oktatást kapnak, és próbáltuk megcélozni azt, hogy megismerjék a magyar gyerekek a roma gyerekeket, és fordítva. Tehát itt, ezen a programon gyakorlatilag azért folyik hídépítés, hogy egy kölcsönös párbeszéd alakulhasson ki. Egyrészt, másrészt a fesztiválon egy olyan versengés, tehetségkutatás, egy olyan jó szellembe vett tehetségfejlesztést próbálunk véghez vinni, ahol kizárólag cigány művekkel lehet fellépni, tehát írók, költők, illetve népmesékkel, illetve táncos és színdarabokkal is, amik cigány szerzők művei. Tizenegy éve építik a hídat, járnak már a hídon? Mi járunk a hídon, de mondjam azt, hogy sok követőnk is van, viszont én azt gondolom, hogy azoknak az iskoláknak a részvétele elmarad erről a programról, ahol kevésbé sok roma tanulót található. Tehát itt általában azok az iskolák vesznek részt velünk együtt ezen a rendezvényen, ahol hasonló módon nagy százalékban vannak cigány gyerekek. Kevés olyan iskola képviselteti magát, ahol úgymond kevesebb a roma származású tanuló. Számtalan formája alakult ki már a Magyarországnak arra, hogy hogyan lehet a hátrányos helyzetű tehetséges tanulókkal foglalkozni, méghozzá különböző korosztályokban különböző módok vannak. Hadd említsen csak mondjuk a középiskolás korosztályt, ahol az Arany János tehetséggondozó program a hátrányos helyzetű gyerekekért 2001 óta működik az Oktatási Minisztérium támogatásával. A hatásvizsgálatok azt mutatják, hogy igen szép eredményekkel tud működni egy ilyen program. De nem csak a középiskolások, nál tudunk ilyen programot biztosítani. Általában jellemző módon civil szervezetek és önkormányzatok karolják fel a helyi hátrányos helyzetű tehetséggondozások az ügyét. Magyarországon jellegzetes képviselő ennek mondjuk a Csányi Alapítványnak a hátrányos helyzetű gyerekekkel való programja. Amikor a hátrányos helyzetű tanulóknak a tehetséggondozásáról gondolkodunk, hát mindig ott jutunk ki, hogy az iskolának kellene nagyon-nagyon sok mindent megoldania. Ugye a család az teszi a dolgát, amennyire tudja, segíti a gyerekeket, hol jobban, hol kevésbé jobban. De minden esetre hátrányos helyzetű gyerekeknél az iskolára még több feladat hárul, még többet kell segíteni a diák. Hogyan lehet a motivációt bevinni az iskolába? Milyen eszközünk van erre? Eszközeink vannak erre? Kettő eszközünk van, az első a tanárnak a személyisége, a másik pedig a gyermeknek a személyiség és érdeklődési köre. Nagyon sok gyerek szeret tanulás helyett televíziót nézni, moziba járni, filmet nézni, és ha megkérdezzük őket, akkor nagyon sok otthon a vágy, hogy ők maguk is filmezhessenek, vagy szereplők legyenek, és akkor az Oscar-díjat vehessék át majd szereplőként, vagy pedig rendezők, operatőrök lehessenek. Ebben az esetben, hogyha meglovagoljuk ezt a vágyat, akkor kiderül az, hogy filmalkotókört tudunk számukra ajánlani, és a filmek pedig bármiről szólhatnak, matematikáról, irodalomról, kémiáról, bármilyen tantárgyról.
területre? Milyen kép alakult ki? Milyen választás előtt állnak a roma fiatalok? A társadalmi közmegítélés olyan helyzetbe hoztam a roma fiatalokat, hogy aki nem látszik például az, hogy nem roma, az elsőben azt választja, és azért fontos, hogy a szakkollégium létezzen és működjön, mert sokan fiatalnál láttuk azt, hogy nem látszik rajta, hogy roma, de a szakkollégium megadta neki azt az üzenetet, hogy vállalja a romaságát. Tehát rendkívül fontos üzenet az, hogy ma az identitás vállalás az, ami egy fontos üzenet. Tudjuk, hogy gazdasági problémák vannak, és inkább a megélhetések, a különböző foglalkoztatáspolitikai programok, képzések, átképzések, szakképzések fontosak, de az identitás választás is rendkívül fontos kérdés ma egyébként a fiataloknál. Arról, hogy például párkapcsolatok. Vagy például az, hogy tisztességes családanya legyen az illető személy, ne egy, nem tudom minek nézik az adott fiatal, csinos fiatal roma lány, aki egyetemre jár, és akkor valaki, hát ugye különböző kapcsolatok alakulnak az egyetemeken, és ugye mire törekszik igazából? Arra törekszik, hogy még több nyelvet tanuljon, mert ne csak az angolt, hanem franciát, németet is mellette. Tehát nagyon törekszik a fiataljai. Igen ám, csak az, hogy mitől válik családanyává valaki, egyszerűen ez a dolog, egy néznek ránk, hogy most mit is akarok mondani. Ma a fiatalok ugye lemásolnak bizonyos dolgokat, nem csak a roma fiatalok, általában másolás alatt mennek azok az értékrendszerek, amik így beívódnak a fiatalokba, és közvetítik ugye majd a később a felnőtt életükbe is ezt az értékrendszert. Kérdés az, hogy mi az, amit ők átvesznek az emberektől, és ugye mi azt képviseljük elsősorban, hogy ugye vannak különböző karriertervek a fiatalok fejében. Ez minden fiatalnál megvan, pláne aki főiskolára, egyetemre jár, az tudja nagyon jól, hogy ez a karrierterv megvan benne, és illeszti a mai hát foglalkoztatási helyzethez, munkaerőpiaci helyzethez ezt a karriertervet, és hát hol sikerül, hol nem sikerül ez a karrier, amit be akar futni a fiatal. Mi azt erősítjük meg benne, hogy van egy fix karrier, amit neki egészségesen be kell futnia, vagy be lehet futni, az pedig az, hogy egy tisztes családanya és családapa legyen, egy tisztes férj vagy feleség legyen, és gyakorlatilag az az igazság, hogy ezt kevésbé foglalkoznak ezzel a kérdéssel ma a fiatalok. Ez nem csak romákra jellemző, de nálunk a roma fiataloknál az identitásunkba beépült az, a roma identitásban, hogy mi a családba, a közösséget vállaljuk, és mi évszázadokon keresztül ugye mi ezt hordoztuk, tehát az a fajta atomizált helyzet, ami arról szólt, hogy magányosan élni, és fent Budapesten egy albérletbe, és csak úgy el vagyunk, és van egy munkahelyem, és néha lemegyek a szülőkhöz, és vagyok már 30-35 éves, tehát ez is sajnos már jellemző a roma fiatalokra is, de bizony mi azt erősítjük meg bennük, hogy ne ezt tegyék meg, hanem közösséget vállaljanak, ez a család elsősorban. A minták nagyon fontosak. Kell, hogy nyitott könyvek legyenek adott családok, adott közösségek. Ilyen politikai szereplők. A politikai szereplők nyitott könyvek kell, hogy legyenek. Tehát ez egy természetes folyamat a dologban. Az, hogy van nincsenek minták a családok részéről, hogy tisztelt a kivételnek egyébként. Én nem ismerem a keresetet, hogy nem akarok belemenni abba, hogy most itt példáhozzak. Ha nincsenek minták arra, hogy hogyan tudunk családokat élni, hogyan tudunk egy olyan fundamentumot teremteni a családi életünkben, amivel visszanyúlunk kifelé, az iskola felé, az önkormányzat felé, hanem csak szétesünk, mert problémák van, és elkezdünk balanszálatokba részt venni, ez jelentős sajnos a közösségeinkre, mert nincs tartás a közösségünknek, hiszen nincs tekintély, nincs vezetés, tisztelt a kivételnek, és ez a vezetés, ami hiányzik, ez a nem romáknak is felelőssége. A roma szakkollégium erre vállalkozott ilyen szempontból, higgyék el, hogy nem, ez egy véresen komoly téma, mert ugyanis az fog történni, hogy nagyon sok helyen elvadult viszonyok alakulnak ki. A nyomor akkor alakul ki, a nyomor vizsgáljuk egyébként ilyen szempontból, hogy akkor alakul ki, amikor nincs megfelelő vezetése az adott közösségnek. Amikor szétesik a dolog, amikor a vezető elesik, amikor a vezetőnek nincsen tekintélye, amikor látjuk azt, és ez nem a vajda rendszer. Egyszerűen látjuk azt, hogy nincs a mai polgári társadalomban olyan polgársadat értékelni, hogy roma család, akit követhetnénk. És a szakkollégi is folyamatosan mondjuk, hogy ne kerülj, ne tűnj el a nagyvilágba, hanem gyere be és követhető példaként jelenjél meg, mint családanya, mint családapa, és mint szakember, és jelenj meg, mert mintákat kell adni az embereknek. Nem csak az a minta, elnézést kérek, a sztárvilágban, hogy nagyon jól tudok énekelni, és akkor elviszik a tehetséggondozást abba az irányba, hogy mindenféle zenei pályákra, egyéb helyekre, nagyon fontosak. De az alapüzenet az, hogy a család, a legfontosabb egység, az mintává váljon a közösségen belül, hogy tud tartással lehet, hogy nem csak, nem megyek egy polgármester,
tessenek már neki szociális segélyt nekem, mert olyan szegény a családom. Hát ismerik ezt a könyörgő retorikát is. Az előadásomban ezt jeleztem, hogy a kommunikáció az egy formális kommunikáció zajlik ma a világban. Formális kommunikáció zajlik emberek között, tehát ilyen bizonyos rendezvények mentén nagyon jók a szakmai konferenciák, mert akkor ki lehet fejteni bizonyos kérdéseket. De bizony azt látom, hogy településeken úgy élnek egymás között romák, nem romák, hogy van egy formális kapcsolat, de együttműködés, kooperáció, dialógus, tehát párbeszéd. A párbeszédnek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy egyenrangúfélként állok a másik, már nem másikkal szemben, hanem másikhoz, és próbálom megismerni őt, és próbálom a motivációkat, hát motivációit megismerni, és közösen építeni egy települést. Hát annak idején, amikor egy település kialakult mondjuk bárhol a világban, akkor a családok összefogtak, és a családok kezdték el annak a településnek az arculatát kialakítani. Na most ez nem így működik ma a mai modern társadalomban, ez egy nagyon káros hatás egyébként a családokra vonatkozhat, nem csak a romákra, hanem a nem romákra is, hogy nem alakítjuk ki közösen az arculatát a településeknek, hanem próbálunk megfelelni egy külső elvárásnak, ami, hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinek a kárára lesz a jövőben. Település életét nézzük, változott-e valami a 11 év eredményeként? Én azt gondolom, hogy Kerecsen nagyon szerencsés ebből a szempontból. Amit említettem a köszöntőben is, talán az, hogy az önkormányzat, a képviselőtestület hozzáállása olyan, hogy együttműködő. Tehát nekünk nincsenek olyan gondjaink sem az iskolában, sem a civil szervezetekkel, sem a cigánykisebbségi önkormányzattal, sem a nagy önkormányzattal, hogy nem tudnánk megbeszélni a problémáinkat. Tavaly, amikor nem volt pénzünk, a cigánykisebbségi önkormányzattól és egyéb szervezetektől szedtük össze a rendezvényre a pénzt. Tehát igazából nagyon támogatóak. Egyre több színvonalas program van, amit viszont a falu is nagyra becsül és értékel. Hogy mi van kicsi gyerek voltam, kicsi zöld kalapok voltam, nem volt igen semmi dolgom, szerencsés voltam és voltam, nem volt igen semmi dolgom. Jaj, mikor a vásárba mertem, teredem, kicsi zöld kalapot vettem. A kenyeret, a kívülőket, egy szerencsések is égen. A kenyeret, a kívülőket,